Ezúttal rendhagyó módon nem a költségvetési rendelet elfogadása után, hanem még az erről szóló egyeztetések fázisában hívták össze a civil szervezeteket Bátaszéken. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, hogy mivel a 2023-as év rendkívül nehéznek ígérkezik, ezért fontos, hogy már a kezdetektől szorosabbra fűzzék az együttműködést. Nézzük meg a lehetőségeinket akár város oldalára, akár civil szervezetek oldaláról, hogy mit tudunk vállalni ebben az esztendőben, hogyan tudjuk működtetni a várost, hogyan tudjuk működtetni a civil szervezeteket, hol találjuk meg azokat a kapcsolódási pontokat, ami ahhoz szükséges, hogy azok a hosszú évek alatt felépített eredmények meg tudjanak maradni majd 2023-ban is. Ezért ma arról fogunk beszélni egyrészt, hogy sikerült abszolválni a 2022-es esztendőt, hiszen mi január 31-ig várjuk, hogy a civil szervezetek ténylegesen elszámoljanak azzal a támogatással, amit az elmúlt költségvetés évben kaptak tőlünk. Beszélni fogunk arról, hogy látjuk most a városnak a költségvetési lehetőségeit, hogyan tervezünk első körben támogatások formákkal, akár a kiemelt szervezeteknek, akár az egyéb civil szervezeteknek, illetve mindenképpen beszélünk a 2023-as rendezvényprogramról, hogy mit terveznénk ebben az esztendőben, és ezeket a programokat hogyan tudjuk összefésülni a civil szervezetek programjaival. 2022-ben jelentős összegű támogatással több mint 20 millió forinttal tudta az önkormányzat a civil szervezeteket segíteni. Idén is körülbelül ezzel az összeggel számolunk, valamennyivel kevesebbel, de körülbelül ezzel az összeggel számolunk és tervezünk, hogy a civil szervezetek számára biztosítjuk. Ezt fogjuk megbeszélni, hogy látják, hogy ez elegendő lesz a 2023-as feladataiknak a megvalósításához. És hát összeállítottunk egy igen komoly 2023-as rendezvény naptárt, ami hát tartalmazza a klasszikus programjainkat, amiket évek óta működtetünk. Megpróbálnánk idén megszervezni a bornapokat, de idén gasztronómiást is várható, hogy megszervezésre kerül. Beszélnünk kell a Pünkösdi Rétes Fesztiválról, és azokról a rendezvényeinkről, amelyeket szerettek a bátaszékiek és a bátaszék környékiek. Hát látjuk, hogy a megvalósításukhoz hát két kosárnyi pénzre lesz szükség. Ebben is próbálunk együttműködni, hogy látunk-e pályázati lehetőségeket, illetve esetleg a civil szervezetek a saját pályázati csatornáikon belül tudnak-e ezekhez a programokhoz forrásokat szerezni. Természetesen mindez még csak terv, hiszen mérlegelve a város anyagi lehetőségeit, a végleges döntés a februári testületi ülésen születik meg. A Felvidék Néptánc Egyesület egy eseménydús évre készül, mondja az elnök. Mi az egyesület részéről abszolút partnerek vagyunk a városi rendezvények kapcsán, tehát bármilyen megmozdulás, legyen az szemétszedés, várostakarítás, egy nemzeti ünnep, megemlékezés, vagy egy majális, vagy egy bornapok, ahol színpadra hívnak minket. Mi mindig nagyon szívesen állunk rendelkezésükre, és örömmel megyünk, örömmel tesszük, mert szerencsére nagyon jó az egyesület kapcsolata az önkormányzattal, a művelődési házzal is, és támogatást is kapunk tőlük. Tehát ez a legkevesebb, hogy mi ezzel viszonozzuk, egy kicsit megköszönjük a támogatást a városnak. Tavaly évünk még nem volt annyira pörgős, mint szerettük volna. Ugye a Covid után leálltunk, és nem nagyon tudtuk utolérni magunkat, de idén már úgy néz ki, hogy áprilisban versenyezni viszek két csoportot is, illetve szólókat és párost is, vagy duót is. És mivel 10 éves idén az Egyesület, szervezünk egy jótékonysági gálát nekik majd valamikor az őszi időszakban, majd most itt megtudom, hogy kinek mikor mi lesz a program, és akkor ahhoz fogjuk majd alakítani. Mindig nagy segítség a város támogatása, akár a táborokban, akár a napi működésünkben, a rutinunkhoz. Sajnos ugye azt szoktuk mondani, hogy minden pénzt el tudnán, egy egyesület minden pénzt el tudnak költeni. Szerencsére párhuzamosan tudunk dolgozni, ők nagyon sokat segítenek, és mi is, ahol tudunk, segítünk, fellépünk, szervezünk, velük együttműködünk. A fórumon egyébként elhangzott egy városi programnaptár létrehozása is, amely tartalmazná a kulturális kínálatot az egyesületek rendezvényeivel összefésülve.